szatmári tánccal ünnepeltek az 5-es és 6-os diákok Vásárosnaményban az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Petőfi Sándor tagintézményében. Az örömre azért volt ok a Gergely Ugornyai városrészen lévő intézményben, mert rövidesen egy komoly energetikai felújítás veszi kezdetét. Filip Sándor polgármester elmondta, az iskola tágas udvarral, füves futballpályával és egy vadonatúj műanyagborítású kézilabdapályával is rendelkezik, az épület felújítása azonban már nem várhatott tovább. Nagyon fontos volt számunkra, hogy azok az elemek, amelyeket már több pályázat kapcsán beépítettünk a felújításokba, gondolok itt a napelemes rendszerekre, a talajszondás hőszivattyú beépítésére, hatékonyan és jól működik, és környezetkímélő is. Ennek tükrében ezt a rendszert úgy építettük ki, és úgy találtuk ki, úgy adtuk össze a pályázatunkat, hogy a teljes hőszigetelés mellett nyílászárók cseréjére is sor kerül, valamint a talajszondás hőszivattyú és a napelemes rendszer kiépítésére. Ez a projekt közel 440 millió forintos nagyságrendet képvisel. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a Petőfi tagintézményünkben a tornaterem korszerűsítése, a kézogyakorló pálya, az udvarrendbetétele után ez volt a következő lépés, és ez egyfajta adóssága volt már az önkormányzatunknak az intézmény felé. A Vásárosnaményi önkormányzat a Top Plus-ban pályázott sikeresen az iskola felújítására. Szabó István, a vármegyei közgyűlés alelnöke arról beszélt, a közeljövő fejlesztési lehetőségei között a korábbinál nagyobb hangsúlyt kaphatnak az energetikai korszerűsítések. Az önkormányzati intézmények, az oktatási gyermekneveléshez kötődő intézményeknek különös jelentősége van, és ezek között is a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást, illetve az energiagazdálkodási szempontból egy takarékosabb üzemeltetés, működtetést biztosító fejlesztéseknek kiemelt jelentősége van. Ez összhangban áll azokkal a stratégiai célokkal, amely a megyei fejlesztési tervekben megfogalmazásra kerül. A környezeti fenntarthatóság, a helyi életminőségnek a javítása, illetve a területi szempontok figyelembevételével a megyei periférián elhelyezkedő települések felzárkóztatása. Ugyanezt a gondolatmenetet folytatta Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője is. A politikus szerint, amennyiben a háború elhúzódik, úgy nehéz lesz alacsonyan tartani a rezsiköltségeket, így a közintézmények stabil működtetéséhez energetikai fejlesztésekre van szükség. Mi települési vezetők, képviselők régóta mondjuk azt, hogy önkormányzati intézmények, akár iskolák, akár polgármesteri hivatalok, művelődési házak energiahatékony működésére a kormánynak költeni kell. Már az előző Európai Uniós költségvetési ciklusban is jó pár energiatakarékos beruházás megvalósult, és örülök annak, hogy Vásárosnamény folytatja a sort, hiszen az előző ciklusban megcsinálták a művelődési házat talajszondás fűtés technikával, most pedig a Gergely Ugornyai iskolát, tehát tényleg 21. századi fűtési mód lesz, és azért nem fog annyiba kerülni a fűtési költség, mint korábban került, tehát mindenféleképp örömteli. Az Eötvös iskola Petőfi Sándor tagintézményének felújítása mellett az iskola út egy része és a Bethlen Gábor utca is új burkolatot kap hamarosan. A beruházások összértéke meghaladja a 600 millió forintot.